Igen, itt vannak a megaboxok, úgyhogy arra gondoltam, hogy le fog tetszeni 10 plusz megaboxos mítosz, és megnézni azt, hogy igazak-e vagy sem. Lesz itt végtelen megabox, csak legendary végtelen startok, és hogy nagyon sok minden, szóval kezdjük is bele. Az első mítosz az, hogy nem más, mint hogy megaboxokból lehet 100 gemet nyitni. Sokan nem tudják, de egyébként valójában tényleg lehet, ugyanis, hogyha felmegyünk egy olyan oldalra, itt remélem, hogy reward chances, go, akkor látjuk, hogy a gemek 0,09% van arra, hogy 100 gemet nyissunk, ami azt jelenti, hogy ez a mítosz, ez igaz. A következő mítosz az még nem más, hogy ha nyitunk meg a boxot, akkor növekedik az esélyünk, viszont sajnos ez nem igaz, mivel ugye ez már nem úgy működik, mint a régi szisztem, hogy a régi szisztem, hogyha nyitottál, akkor növekedett az esélyed másik karakterekre, viszont sajnos ez már nem az a szisztem, szóval ez így már nem működik, vagy nagyon lett volna. A harmadik mítosz az pedig az, hogy lehet végtelen startokat szerezni, hogy a Shellyvel játszod le. Hát én ezt nem fűzött semmit se, szóval nézzük meg. Jó, gyorsan elpicsetjük a készletbe a spillereket, megszerzünk a szállatokat, és megnézzük azt, hogy ott marad-e. Pak, pak, pak! Nem tudom, szegény boss mit gondol. Ja, ez a gász is, nem. Ott is, ha igazából van negyedik szituáció, szóval most hát tök mindegy, mit csinálok. Akár meg is hallottak, mert úgyis bujkálni fognak a botok, és nem tudom, hogy kell belefogra botni, mindegy. Ölj már meg, te szutyó! Köszönöm szépen! Na nézzük, hogy tényleg ott, tényleg nem tűnik el az a Star Token. Itt vagyunk, oké, és Rare, nagyon jó, és ott van a Star Token, és nézzük meg, hogy eltűnt-e, és alattul eltűnt, szóval ez egy nagy darab kamu. A következő mitatkoz pedig az, hogy ha kivárjuk ugyanúgy a harmadik tap-tapot, mint ugye régebben, akkor garantáltan 7 itemt lesz a megaboxunkban, szóval mondjuk, hogy nézzük is meg, itt is van a megabox, akkor várjuk ki a harmadikat. 1, 2, 3. Na nézzük, hogy ott ez benne a 7 item. Egyébként amúgy 6 item, de amúgy nem is lányítom, de egyébként az egy 6 itemzes. Na mindegy. És majd hiszünk, akkor kérjétek meddig a következő mitosztal is, ami pedig az, hogy a kisebb akuntokon sokkal nagyobb szerencsét van a megaboxokkal, mint egy nagy akunton. Ezt neked észre se tesz venni Stardopoknál is, hogy minthogyha a kis akuntokon valahogy jobban dobálta volna, úgyhogy nézzük meg azt, hogy mit kapunk egy ilyen 2000 kupás akunton, és hogy mit nyitott Snake Tag az 50.000 kupás fiókján. Szóval, 2000 token dublék, 5000-ek jó amúgy, 95 coin, hát az ne. Hát mindig hagyjuk inkább, 33 bling, hagyjuk inkább, 20... Szar... pin, oké, player icon, oké, és egy másik pin, hát ez nem tudom. Jó, hát nézzük meg, hogy mit nyitott a Snake Tag. Három item, szóval miért se nyitták? Hát igen, jó, hát ebben az esetben szerencsésebb volt ez az akunt, de majd meglátjuk a következő mítoszoknál, hogy tényleg ez igaz, és hogy jobbakat nyitunk-e a kis akunton. Következő mítosz még nem más, mint hogyha a Megabox Darius innen játszunk, akkor kapunk a shopban egy ingyen Megaboxot, egy ilyen kis Easter-enként, hogy belejátszottunk, szóval próbáljuk ki, menjünk ezt túlot és nyerjük meg. A tapasztalat sem működne, de valószínűleg sajnos nem fog szerintem, de nézzük meg, hátra, figyelj, hátra! Szóval legalább én most nem tudsz kiszedni, ennyivel elősebb vagyok az asszonyokkal játszani, úgy, hogy meg tudom, annyi, mert mondom. Nope, this is not gonna be complete, this is not gonna be come true, bro. Oh, stop! Nem szerintettem, viszont akkor nézzük, hogy működött-e, nagyon beszélgetett, hogy tényleg működne. Bemegyünk a shopba, van valami free, és... Igen, ez nagyon jó. És nem kaptunk sajnos semmit, szóval ez egy hatalmas nagy kamu, de végül akkor ezt már nekem már. A következő mítosz az még nem más, mint hogy milyen visszajöttek a megaboxok, ezért elvileg visszajött az is, hogyha valaki ezekkel a csillatos nevekkel csinál egy akuntot, akkor ugyanúgy jobbítások lesznek. Egyébként sohasem voltak jobbítások, de azok, hogy megnézzük, hogy ez működik-e. Jó, csinálunk egy új fiókot. Nem, biztos, hogy nem. Nagyon gyorsan lesz videreméljük a tréninget, akarjuk a csicskásokat. Jó, adjuk őket is nagyon gyorsan. Elvészték a szupert. Jó, igazad a fost, sennyi. Előtt az összes ammót és kész van. Na, de tenőző magunkat úgy, hogy Sosé, Sónal, Pi, Per, kettős pont. Na nézzük. Oké, látjuk, ott van, jó, nice, gyors látjuk. Gémet, hogy megnézzük, hogy működik-e tényleg. Mi történik ott? Mi az a csak Dynamic, bro? Nem adtál volna meg. Pák! Hát egy türkkel bekerültünk a shopba, és tényleg, hogy tényleg működik ez a csodálatos név. Jó. Na nézzük, hogyha ebből a megabozon 8 itemzon, akkor elkövényen el igennek. De hogyha nem, hát akkor nem. Na nézzük, let's see. Nézzük, hogy igaz-e. És 5 itemz. Jó, hogyha ebből kinyitunk vagy egy leg a karakter, akkor még elkövényelhetem. Jó, hát ez szar.
50! Jó, hát ez ugyanolyan fék, mint ahogy volt. Jesus, hát gyorsan közben hozzák nektem a szuper sejtet a fiókhoz, vagy az emelő megjelenjen a későbbiekhez, későbbiekben. Jöhet, sajnos a sushi opja az nem működött, viszont hát aki el tudja, az tudja, hogy van még egy ilyen csodálatos név, ami pedig nem más, mint a Tomar 753. Ezt szerintem már mindenki látta egyszer a gémet. Aki azt mondja nekem, hogy ezt nem láttátok már a gémben, az hazudik. Nézzük, hogy ez lesz. Na, jussunk be a showba, és akkor nézzük meg, hogy vajon ez működik-e. Nem is tudom. Még attól függetlenül megpróbálom beírni a szerencsehozó kódot, hát ha így jobban fog működni. És amúgy egyébként jackpotunk, mert csak így, hogy most így néz, amúgy mi a szar. Na viszont nézzük, hogy működik-e. Hogyha 8 hétem zön, akkor elfogadom. Vagy ha leg akarjuk, legalább mit akarjuk, akkor elfogadom. 4 hétem szemén, nem is látjátok amúgy, de 50 bling, 30... A fasz! 1100 coin! That's actually good, bro! Now we're talking, és egy pin. Oké, hát ez egyértelmű, hogy még fake, mint ahogy mindig is folyosítok. Egyébként olyan, hogy azt akarom nektek mondani, hogy ezeket egyébként sorsan higgyétek el, ugyanis a legtöbb az ilyen, ez egy scam. Szóval nincs ilyen, hogy ingyen meg abolsz, vagy hogy mit tudom én, nagyobb lag, tehát ez nem működik, ilyen nincs. Következő mit teszed pedig az, hogy nem lehet rare vagy super rare karaktert nyitni a megaboxokban. Úgyhogy feltöltöttem egy kis gemet erre a kis akuntomra. Tehát nyomjuk egy lájkot erre, vagy mert csődbe fogok menni. Jézusom! Mi történik? Egy alakútra, ahogy mit látjátok, rendszer sok super rare hiányzik, amik erre azt pont nem hiányzik itt már, de a super rare ugye a mítosz. Hát akkor vegyünk meg a boxokra, hát de jó lesznek! Ismétetlen beírjuk a szerencsehozó kódot, hát ha szerencsét hozni, és akkor nézzük. Spine the camp! Oj, annyira nem éri meg egyébként, de leszorom. Videóért mindent, na nézzük, hogy kap magába a szutyakba valamit. Öt, mi ez? Úristen, hát ez legalább 100 konyi volt. Viszont villog, ami azt jelenti, hogy az egy karakter lesz, mert ilyenkor Steam nem nagyon adhat. Jó, kurva! Úgy oké! Lehet, hogy működik a szerencsehozó, vagy nem tudom, mi a szar, egy tarha, hogy... Ó, figyelj! Végül is... Oké! Okay. Jó, hát... Nézzük a következőt, mert 5 gemben megint, jó. Figyelj! Legalább jó. Ha nem most nem jön semmi érdekes, mert legalább egy pint kaptunk. Jó, következőből nem más lesz, mi? 3 item, ez remaining. Nem is látjátok megint, de Jézusom. Ah, viszont legalább 7 gems. Legalább 7 gem, figyelj. A gemet én azt elfogadom, abból jöhet nyugodtan. 64, 100, oké, ezt megint tudjak. Jó, itt van a következő, aminél most megverem a 3 tap-tapot, de miért ne? Egyik tap, 1 tap-tap, 2 tap-tap, 3 tap-tap. Nézzük, hogy mi lesz benne. 6 items remaining, várjátok, mutatom nektek is közben. Ott van, ott a 6 items. Tökéletes, hogy megfogsz, mit akarja az egészet, de mindegy, nem beszélünk róla. Na nézzük, ez lesz, hogy jó lesz. Igazából ez 7, mert ugye, nem mindegy. Nézzük. Oké, 5, ez nagyon jó. 1! Ó, Istenem. 22 bling, oké, 53 coin. Egy pin. És egy player icon. Hát ez kibaszottan nem értem. Mindegy, semmi probléma. Nézzük a következőt, ami az utolsó. 10 hitem, gyere rám! 10 van a baka, és 4 hitem, bazd meg! Úristen, mi ez a szutyót? Egyikor amúgy tényleg nem jutottunk szuperért, mert hogyha már így vagyunk, meg is nézem, hogy amúgy lehetne-e. Brawlers, Epic Mythic Legendary, és igen, és nem lehet szuperért nyitni egyébként, ami nem tudom, hogy miért nem, mert amúgy tökre visszahozhatták volna, de ahogy nem. Érdekes egyébként, érdekes. A következő mit az össze pedig az, hogy a régi megaboxok jobbak, mint a mostani megaboxok. Úgyhogy összevessük a mostant nyitott 5 megaboxot a régi 5 megabox nyitással, szóval nézzük. Tehát ugye ezek voltak azok, amiket ugye most nyitottunk, ezeket ugye láttatok is az előbb. Úgyhogy még nézzük bele ebbe a videóba, amikor ugye a 49 megaboxot lehetett nyitni. És akkor nézzünk ebből 5-öt, hogy ugye 2 ebből 5-öt. Tehát első megaboxjából kap 6 items remaining-et, oké, a powerpoint az oké. És nyit belőle egy primót. Kap plusz 3 gemet, hát a gemekből összes mitobbet fogunk kapni azért. Ez volt 1. Jó, ez itt a második megabox, amiben nem láttam, hogy 6 nem az, és ez nem 6 nem, és ebben nem kap semmit, csak plusz készített a nyelvet, mondjuk ez nagyon jó, ez volt akkor a második. Harmadikból 4 itemzéményeket kap.
Viszont kettő bónusz, jó, a tokendőben az nagyon jó, ez volt a harmadik. A negyedikből 5 items remaining, ugyanúgy, és 8 gem, az úgy nem semmi. A ötödikből ugyan, hogy 5 items remaining, és nem gondoltam most semmi jobbat. Én úgy vagyok tudod, hogy szerintem, hogyha ezt hitest nézzük, akkor amiket most jutottunk, azért az jobb volt. Tehát volt a pin, mondjuk nyilván akkor még nem lehet nyitni pin, de most, a most ugye ezek az, ez az 5 megaboss, az jobb volt, mint az 5 megaboss, amit ő nyitott. Úgyhogy egy pillanatban azt mondom, hogy nem. Egy pillanatban azt mondom, hogy nem jobbak. Viszont alapvetően, tehát a teljesen ilyen 10 ütemre felelni sőt karaktert megjelennek, ugye ebben nem lehet. Úgyhogy azt mondom, hogy egy pillanatban jobbak a mostani megabosszok, de hogy óvára nézve a régi megabosszok azért jobbak voltak. Az utolsó mizetet pedig nem már biztos, hogyha dobsz egy lájkot a videóra és feliratkozz a csatornára, akkor kapni fogsz egy ingyen megabosszot. Viccen kívül fontos lenne.